Yeah, it was a difficult match. Egy nagyon nehéz mérkőzést játszottunk Spanyolország ellen, világbajnoki selejtezőn. Véleményem szerint a jelenleg a bolygó egyik legjobb csapata Spanyolország. Tudtuk, hogy úgy megyünk ki a pályára, hogy valószínűleg veszíteni fogunk, de mindent meg akartunk tenni, ami tőlünk telhető. Úgy gondolom, hogy én is kihajtottam magamból a legtöbbet, kihoztam magamból a maximumot, nagyon sokat tudtam tanulni ezen a találkozón. Volt egy jó lehetőségem, és a mérkőzés alatt tényleg nagy élmény volt mindenkinek játszani a legjobb ellen. Olyanokkal focizhattam együtt, mint Isco, David Silva vagy Busquets. Hogy nagyon nagy élmény volt. Against very big players. Amit megtanultam legjobban a spanyolok elleni mérkőzésből, hogy nem veszítenek el könnyen labdát, vagy ha el is veszítenek, akkor azt igyekeznek azonnal visszaszerezni. Tehát nem úgy van, hogyha mondjuk valakitől elkerül a labda, akkor 10 másodpercig nincs utána náluk, hanem azonnal próbálnak rámenni, visszaszerezni, és a legnagyobb játékosai pedig gyakorlatilag mindig megtartják a labdát, még hogyha hárman is támadják meg, egyszerre akkor is tudnak olyan lehetőséget választani, mivel náluk marad a labda, úgyhogy nekem ez volt a legnagyobb tanulság ebből a mérkőzésből. You know, we are very good team, I think. Mindenképpen számítok arra, ugye Újpest ez egy nagyon jó csapat, nagyon jól játszottunk, csak mindig hiányoztak apró momentumok, és azért voltak az utóbbi mérkőzéseken, hogy nem jött össze a győzelem, de bízom benne, hogy most hétvégén ezeket nem fogjuk hiányolni, és összejön a három pont. Mindenképpen koncentrációban jobbnak kell lenni, ugye ezek az apró dolgok, főleg a koncentrációban hiányzott, de én bízom abba, hogy most szombaton ezen változtatni tudunk, és nyerni tudunk Győrben. We play just more concentration and we will win this game.